estét kívánok, vagy jó reggelt, vagy jó napot, függően attól, hogy ki mikor nézi ezt a felvételt. Bácskai Júli hangulat és kapcsolatjavító Vándorszínháza nevében mindenkit üdvözlünk. Hát azt gondolom, hogy nagy hősiesség a részünkről, hogy összejöttünk, és mindenféle járvány ellenére eljátszunk egy előadást, pont úgy, mintha itt lennétek, de sajnos nem vagytok itt, de mégis meg lehet majd nézni minket utólag. Hát éppenséggel a mi előadásaink olyanok, amikor számítunk a közönségre, a jelenlétre is, meg szoktam beszélgetni is, különben is az a szakmám, hogy beszélgessek és embereknek odafigyeljek a szavára. Hát ma ez ki fog maradni, de néha ide jövök és kérdezgetek, meg gondolatokat indítok be, ahogy szoktam. Úgyhogy az nincs kizárva, hogy saját magával mindenki végig gondolja, vagy virtuálisan beszélget velünk. A mai témánk az, hogy vajon mártír vagy hős-e a hősnő. Különböző embereket látunk majd, akik másképpen viszonyulnak a világhoz, és mi is másképp viszonyulunk hozzájuk, függően attól, hogy mennyire tartjuk őket különlegesnek, vagy hősiesnek, vagy szentnek, mert hát néha el kell rugaszkodni a hétköznapi emberektől. Az nagyon fontos, hogy én, mint forgatókönyvíró, elképzelem az egész előadást, mindenféle kellékeket hozok, egyeztetem a színészeket, de innentől kezdve improvizáció az egész, amit itt látunk, vágatlanul, úgyhogy mindjárt bele is csapunk. A mai színészeink Kis Eszter, a Katona József Színházból, aki először játszik velünk, és Tóth Jocó, aki elég sokszor játszott. Nem elég sokszor, de nagyon sokszor játszott velünk, és még fog is. Közbe fog hegedülni Bóna János. És akkor elindulunk. Hát majd döntsétek el, hogy hős vagy mártír, mártír vagy hős. Hello, hello! Mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánunk! A Misztok TV legújabb adásában, élőben itt vagyunk, és keressük a hőst, keressük az igazi nagyembert, a nagyasszony. Igen, igen. Kezdhetem? Igen, mindjárt pillanat, csak még előbb elmondom, hogy szavazni lehet. Mindenki szavazhat. Indítsd, hogy vajon ki legyen az év hősnője. A legjobb, a legnagyobb, akire mindenki csak felnéz. Bármilyen életkorú lehet. A nők csodálatosak. Misztop TV. És most kapcsoljuk Top Jocót. Élőben Top Jocó. Szép napot kívánok mindenkinek. Ezen a gyönyörű áprilisi délelőtt. Menjél már ki a kamerából, te édes. Jó, itt vagyunk a Margit-szigeten, ahol a Top TV keresi a nap hősnőjét egy maratoni futó személyében. És meg is találtam, én átnéztem a nevezők listáját. 12 000 indultak! Hajrá, 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 12 000! 12 000, ebből csak 6 000 a nő, de micsoda nők, kérem szépen, hősnő mindegyik, és ezek közül is a legnagyobb, a leghősiesebb hősnőt kipécéztem magamnak, utána néztem, és megtaláltam Ács Eszter! Kedves Eszter, ne haragudjon, hogy zavarom itt a felkészülésben, de... Szeretnék néhány kérdést föltenni. Tudom, hogy ön ápolónőként dolgozik. Ápolónőként. Igen. Tapsoljuk meg, kérem szépen, az ápolónőket! Igen. A Covid alatt rengeteget dolgozott, éjt nap alá napot, éj alá téve, csak a munkával foglalkozott, pedig 3 gyermeket nevel egyedül otthon. Éljen!
Igen. És most szeretnék föltenni néhány kérdést önöknek. Bocsánat, nem, egy, készülnék, készülnék már a... Hangosabban ide, bele? Készülnék a futásra, mert szeretném, hogyha jó, jó eredményt érnék el. Természetesen, föltennék néhány kérdést önnek. Szóval ön három gyermeket nevel, közben az egészségügyben dolgozik, ugye? Ugye? Igen, igen. Jó, igen. Köszönöm szépen. Akkor reklám! Halló, Houston. Igen, igen. Vörös kód, eltűnt a riportalanyom, hol keressem, mit csináljak? Nyomjátok igen, még a reklámot, igen, nyomjátok. Itt fönt a drónról látom, hol ott van a nyírfák mellett. Nyírfák mellett, megyek. Addig tartsatok ki, és nyomjátok a reklámot. Jó, el akar... Te is nyomja, csinálj már valamit! Mindenképpen elmondjuk, hogy a jótékonysági futás a gyermekétkeztetési alapítvány javára történik. Köszönöm, reklám vége! Megtaláltam! Topjocó! És ismét itt vagyok. Kicsit arrébb szaladtunk, mert ez alatt a rövid reklámszünet alatt még a Eszter felkészül, nyújt, meg bevelegít. Ezért én kicsit kifulladtam, mert futottam utána, mint állat, de el kell mondanom, hogy ez egy jótékonysági futás, ahol a nevezési díjakat, akik befizették, az a Gödöllői Gyermekotthon javára megy. A Gödöllői Gyermekotthon javára, ha megnézik a képernyőket, ott van a számlaszám, nem csak a nevezők, hanem a különböző felajánlók is megtehetik a tétjeiket. Például fogadni lehet arra, hogy kis Eszter végigfutja a 21,2 kilométeres távot. Nem 21,2, mert azt mondta, hogy 100 méterrel többet fut, hát csak azért a gyerekek miatt. Kedves Eszter, de jó, hogy megint megtalálom itt a nyírfák alatt. Volt egy kedvenc mesém a nyírfák alatt, vagy nem. Teljesen mindegy. Béka. Nem rólam van szó. Ön mit olvas a gyerekeinek esténként, amikor 24 órás szolgálat után hazamegy, három gyerek várja otthon, két iker és egy kamasz, hogy hívják? A gyerekek fontosak, és azért is gondoltam erre köszönöm a futásra szépen, benevezni, hogy majd a... Köszönöm szépen, hogy erre gondoltam, a futásunkra gondolt, mert mondom, nem, és nem csak futó, ám ő úszik. Iron Woman. Ő az igazi Iron Woman. Hova? Reklám! Gyerekek, nyomjátok a reklámot. Hova tűnt ez már megint? A fogpaszta reklámot nyomta meg, a fogpaszta reklámot nyomjad. Na. Gyerek fog rá. Na. Most még menjen, akkor előzetes, az esti híradóból, hogy hogy áll a vírus, jó. És itt vagyunk megint, köszönöm szépen, hogy kitartottak velük, itt vagyunk, és megint megtaláltam Esztert, aki már a rajtnál van, igen, mert hogy hallom, és azt mondják, hogy starthoz kell menni, Eszterrel maradt még pár percünk, 5-30 per kilométeresek, starthoz! Kedves Eszter, már alig van időnk, igen, de ezért megkérdezem, hogy ön mint a nemzet hősnője, nevezhetem így, a nemzet hősnője, mert... Én csak csinálom a dolgomat, bocsánat, én egy intenzív osztályon dolgozó nővér vagyok, igen, és csinálom a dolgomat, és természetesen megmentek ahány embert csak tudok, hiszen ez a munkám, és ez a hivatásom. Nem csak a gyerekeket ment meg, nem csak az intenzív osztályon dolgozik, 6 kutyával él együtt, 6 mentett kutyával. Ugye jól tudom, az egyiket úgy hívják, hogy Szabó Imre, nagyon vicces, igen. Igen, három van egyébként, nem 6, hanem 3. A gyerek a 6? Nem, 3 kutya, 3 gyerek. Az 6, mondom, hogy 6. 5, 7 és 6, ja, ez a reklám helye. Kérem szépen! Most viszont el kell startolnom, igen, mert most van az én... És elindult a nagy futás! És ott fut, követni fogjuk őt, a nemzet hősnőjét, Ács Esztert, figyeljék! Ezt a gyönyörű mozgást, nem tudom, mikor van erre ideje, mikor edz, napközben dolgozik, este gyerekeket nevel, közben kutyákat ment, igen, fantasztikus, és angolul is tanul, állítólag, és most vette fel a spanyolt is. Itt most elfutott a hátam mögött, és megy, visszaadom a szót a stúdiónak. És
Most mit csináljunk? Hát elszaladt, nem sikerült vele riportot csinálnom. Mit csináljuk? Mondjad nem már! Nem adtad a formáját, hát látjuk, hogy ő a legjobb. Igen? Hát egyszerűen csodanő. Akkor most hát szerintem jó voltál. Hát, jó napot kívánok, látom a riporter, igen. Bocsánatot kérek, Celine vagyok, hello, hol a kamera, vagy melyik vesz? A világítósban, tessék bele. Celine vagyok, és azért szeretnék ezen a futáson részt venni, a műkörmös szalonom van a belvárosban. Akkor reklám! Szeretném, hogyha reklám nekem, Celine, műkörmös szalon, és azért szeretnék. Reklámom most, ne. Mit csináljak vele? De szeretném elmondani, várjuk hogy... Várjuk meg, mit akar. Szeretném elmondani... Akkor csinálok vele egy riportot, jó? Jó. Visszajöttünk! Igen, tessék, és itt áll mellettem Celine, aki... Jaj, most meg hirtelen annyira kellett nyelnem, hogy elfelé. Na, műkörmös szalont a belvárosban működtetek, és nagyon szeretem a gyerekeket, és szerintem az a csodálatos dolog ebben a futásban, hogy az is tud adni, aki egyébként nem tudna, illetve a műkörmös szalonomban természetesen én is szoktam gyűjteni például kutyuskáknak, ilyen kis doboz van, és oda lehet adni az ajándékokat. Jaj, bocsánat, ezt fel kell vennem, bocsánat, elnézést. Na, várjál már! Indul a futás! Igen, most ne hívjál! Mert futok! Jól van, fizetek! Első leszek! Vagy akárhányadik! Jól van, szervusz! Várjál, most interjúzom a tévének! Kifizeti a reklámot! Tehát igen, bocsánat, volt egy hívásom, mert keresnek a... Ugye most berekeztettem egy kicsit a műkörmös szalont, mert hát ez a futás... Melyik a kamera? Az. Igen. Ja, igen. Az a fekete, igen, mögötte a kamera van. Tehát berekeztettem. Petikém, integess a néninek, hogy hova beszélj. Igen, látom, mert berekeztettem a műkörmös szalonomat, a belvárosban van egyébként 5. kerületben, és hadd mondjam el gyorsan, hogy ez már a hatodik ilyen szalonom, mert egyre bővítem a vevőkörömet, és egyre nagyobb szalont kell nyitnom, mert olyan sokan jönnek hozzám, hogy már szinte 24 órázom, persze ezért alkalmazottak is fel kellene. De ez egy jótékonysági futás, kérem szépen, mi a futóversenyről szeretnénk beszélni. Most pont azért mondom, hogy most például az asszisztensem van a vártán, ő ül ott, a műkörmös szalomban. És ön is fut? Én futok? Persze, hát akkor fusson, mindjárt lekésik. Igen, van is indulás. Igen, köszönöm szépen. Hajrá, nagyon örülök, hajrá, hogy adhattam interjút. Hajrá, Celine! Ezután a nap után... Mária Szent József. Úgy leereszt ez az ember, hogy eljön a pszichológusához. Szervusz, mert... ne haragudj, hogy késtem. De... Szervusz. Hát az egész ország téged nézett. Ja, keresed borzalmas. Itt a hősöket, borzalmas a nőket. Borzalmas. Borzalmas? Jaj. Hát ezt akartad azt, csinálni. Nem én emlékszem, hogy kamaszkorodban, amikor iskolapszichológus voltam. Emlékszel? Emlékszem rá. Hát, hogy akkor arról beszéltél, hogy ha te egyszer riporter lehetnél. Igen, már mondjuk én is majdnem kamasz voltam, tehát... Jó, hát te emlékszel. Akkor mennyi volt? Te akkor voltál végzős az egyetemen, ugye? Ha jól emlékszem, igen. És mezitláb jártál, emlékszem, szerettél mezitláb. És virágok voltak a hajadban. Jó csaj voltál. Ja, hát mert, de van, de te meg riporter akartál lenni. Riporter akartam tényleg. Lenni. Gondoltam, hogy aztán nem kirúgtak az iskola újságtól, mert a buliról írtam, az iskola buliról. Tényleg, mesélted annak idején. És az Erna, a történelem tanárnő volt az iskola újságnak az igazgatója, vagy a vezetője, kirúgott, mert hogy nem megfelelő szavakat használtam. Nem adekvát, mondta ő. Te is most mennyire vagy, hogy én is mondják mostanában? Adekvát? Ilyen önazonos. Jaj, de divatos. Önazonos. Én lennék, csak nem hagyják. Nem, senki nem vesz tudomásul. Senki, de senki. Emberszámban nem vesznek. Bennülnek a központba, és én segítséget kérek, de nem. Reklám, csinálja. Megtámadnak különböző emberek, hogy riportot akarnak csinálni velem, miközben én csinálnám a riportot, de ők csinálnak saját magukkal riportot. És ezt hagyják, és akkor kifizettetik vele a reklámidőt, és akkor bárki bekerülhet a tévébe, hogy annyit fizet, amennyit akar, illetve hát többet, mint akar. Kifizet, és akkor benne van a tévébe. Akar táncdalénekesre akar lenni, akkor táncdalénekes lesz. Hogyha távolsági futó akar lenni, akkor én meg akarok valóságos
tényeket akarok közölni, de a kereskedelmi televíziózás nem engedi. Na most és édesen, hát a főnököm álljunk meg, hogy te most dicsekszel, vagy panaszkodsz? Panaszkodok! Oké, de meg, nem meg kötelező félmillió forintért kereskedelmi tévére. Kénytelen vagyok, mert a feleségem otthon van, és semmit nem csinál, csak tulajdonképpen azt érzem, hogy hazamegyek, akkor hogy hívták azt a francia felt, a guillotine, az, mint hogyha az ő találmánya alá feküdnék be. Te magad? Én magam. Azt hittem, ilyen gyilkos ösztöneid lettek, hogy... Nem, öngyilkos ösztöneim én vannak néha. Én manapság sokszor várom, hogy de jó lenne valaki találni. Fáradtam, hazamegyek, és akkor mi van? Otthon van az Eszter. Az Eszter otthon van, de nem elég nekem, hogy hősnőkkel, meg antihősnőkkel foglalkom ezzel egész nap. Hazamegyek, és akkor egy szenvedéstörténet fogad. Szervusz, drágám! Szervusz! Annyira későn jöttél megint. Mi volt? Ja, nem láttad a tévében? Ja, de láttam, persze, láttam. Na, akkor tudod, sem. A riporter alany nem akart kötélnek állni, igen. Akkor odajött az a másik, az a majom, az meg riporter hát, akart csinálni. Igen, tudom, az a kis összebukizta a fejedet veled, vagy mit csinált, nagyon klassz, és persze néztem, ott akkor ki is kapcsoltam, illetve nem még... Visszakapcsoltam, mert... Most ne kezd, ne nem, nem kezdem, féltéken, csak ne érted, féltéken, most... Láttad, nekem támad, szívta a véremet. Ez egy vámpír volt, ez egy nappali vámpír na volt. Hát... Esküszöm, egy nappali vámpír. Két ilyen metszőfoga is volt neki. Belevágta a nyakamba, nem a nyakamba, hanem jó, a mikrofonomba, belevágta a két fogát, és csak nyomta. Az a helyzet, hogy a lányoknak, az ikreknek kellett új cipőt ma venni. Igen, és remélem vettél, keresek annyi pénzt, hogy nem erről van szó, hanem sajnos azt akartam volna, hogy a kedvenc kajádat főzzem meg vacsorára, köszönöm, mert tudom, de nem sikerült, mert pont amiatt, hogy az ikrek teljesen más cipőt akartak, edzőcipőt, fogalmad nincs róla, hogy mennyi helyre kell elmenni edzőcipőt venni. És a hát borimást akart, és a rozimást akart. Van a futócipő volt, a nyúlcipő, meg a másik. Arról az van szó, arról van szó, hogy nem érdemes fölszállni a villamosra, hogy az egyik... De a villamoson nem adnak cipőt! Tudom, de az egyik boltról a másikba, tudod, hogy elmenjünk, cipő, és a két lány... Bal cipőt az egyik boltba veszed, jobb cipőt a másik boltba veszed meg. Jaj, de nagyon jól tudod. Miért nem mész el egyszer velük, és veszel te velük cipőt? És öt boltba egymás után elmenni velük, és az egyik boltba... Nem is tényleg mindent, mert ezeket én csinálom. Az a baj, hogy mindent... Fogalmad nincs róla, hogy én mit csinálok. Mit csinálsz mindent? Futócipőboltba jársz. Nem erről van szó. Villamosra szállsz. Még ha csak arra járnék. Nem. És sajnos a vacsora is igen, mert minden nap ugye főznöm kell, mert ilyen későn jössz haza, baromi későn, nem is jó ilyenkor drágám, már vacsorázni. Ugye? Ne is vacsorázzál már ilyenkor, mert de hát éhes vagyok. Nem baj, majd eszel valami kis ízét. Miért? Mi dolgod van neked egész nap, ahelyett, hogy megfőznéd? Mi dolgom van? A mosógép most romlott el? Jön a szerelő, mikor jön? De a mosógépnek mi köze a vacsorához? Pont vásárolni voltunk a mosógépnek mi köze a vacsorához. Mert el kellett intéznem, hogy itthon legyek mégis, rohantam haza, de nem miért tudtam vagy vásárolni. Itthon, ha nincs vacsora? Nem tudtam vásárolni. Erről van szó. Nézd meg a szekrényt, egy csomó minden van benne. Kiszolgálod magad most. Ma ez egy nehéz nap volt nekem. Figyelj, ehhez képest ott maradhattam volna benne a városba, és bemehettem volna egy étterembe. Volna. Én mondhatnám, hogy volna, mondja. Mert én nekem kellett volna azt a mikrofont fognom, nekem kellene azzal a mikrofonnal, én, aki a ki mit tudom, első lettem, és bármi lehettem volna. Tudom. De nem lettem, mert ikrekkel teherbe estem vele. Táncdalénekes voltál, utána... nagyszerű táncdalénekes voltál, és hogyha... Voltál. De az is vagy bizonyára, csak abba hagytad. Te döntöttél úgy, hogy abba hagyom. Én döntöttem úgy, mert terhes lettem az ikrekkel, persze, és úgy döntöttem, hogy akkor most már inkább gyereket nevelek itthon. Igen, te megkeresed a pénzt, és én meg itthon ülök, és az ikreket. Ülsz, látod, az, hogy ülsz itthon, és ha nevelem. Ha nem futok cipőjér utánuk, mert ugye muszáj, hogy vegyek nekik cipőt. És vacsorát miért nem főztél? Mert nem, most mondjam el még egyszer. Jocókám, ne hülyéskedj már. Ennyire nem figyelsz rám? Látod, ennyire a hülye riportalanyaidat bezzeg, azokat interjúvalod rám, meg egyáltalán nem figyelt. Hiába mondok bármit. Nem figyelted, hogy milyen riportalanyaim vannak, az egyik nem állt kötélnek, a másik meg éppen, hogy kötélnek állt. Hát jó, de ez a munkád, tehát ezt olyan egyszerűen kéne csinálod, mint az egyszer egyet. Hát ha én lennék, Istenem, ha nekem lenne a kezemben mikro, ha én lennék az a riporter, hát figyelj, hát én most hát nem tudom. Mit csináltál volna avval a Celinnel például? A Celinnel.
Mit csináltál? Hát figyelj, hát én azt mondom, hogy nincs kamera, nincs, bocsánat, vége a felvételnek, nincs már, ne tessék beszélni, kész. Nincs kamera, megmutatod neki, hogy ki a kamera, meg nem tudom én micsoda, ilyen hülyeségeket, hát teljesen aláhajtod a fejed, mint egy giotin alá. Hát ez az, giotin. Hát egy nőnek... Na megyek, átmegyek anyámhoz, jó? Te hát most pedig... ennyi? Hát most kezdtünk el beszélgetni, Jocó. Hát most látod, még beszélgetni se lehet veled. Jó, de ez nem igaz. Drágám. Hazajössz, és akkor azt mondom, hogy egy kicsit beszélgessünk legalább. És akkor még beszélgetni majd se jövök. Lehet. Jó, csak menjél át kell anyádhoz. Tudod, hogy, persze, át, tudod, hogy át kell mennem anyámhoz. Minden nap át kell. Nem, mert magára utalva nem tud ma egyedül meglenni. Jó. Nem tud egyedül meglenni. Te meg itt vagy az ikrekkel, és nem... Aztán átmegyek anyámhoz. Szóval mindenki gondolkozhat ezen, hogy hol van a határ, hogy kit hívunk hősnek, vagy kit hívunk mártírnak. Például a Dosztojevszkij nevű barátom, szerintem. Egyébként, ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy úgy szeretnék pszichológus lenni, milyen könyveket olvassak, milyen pszichológiát, milyen szakirodalmat, én mindenkinek azt mondom, hogy semmit, hagyd a pszichológiát, Dosztojevszkijt kell olvasni, mert az az ember, az mindent tud az emberekről, és egy pszichológus se tudja azt, amit ő például ilyeneket mond. Könnyebb hősnek lenni egy másodpercig, egy óráig, mint néma heroizmussal viselni a mindennapod. Vállald magadra, hogy viseld a szürke, hétköznapi életet, végzed a munkát, amiért senki nem dicsér, amelynek hősiességét senki nem veszi észre, amellyel nem keltett fel senki érdeklődését magad iránt, aki elviseli ezt a szürke hétköznapot, és mégis ember marad, az igazán hős. Mondja ezt, persze biztos nők másképp fogalmaznának, de az is érdekes, amikor valaki magáról állítja, hogy ő mekkora hős, meg amikor mi gondoljuk róla. Hát ezt próbáljuk ma körülírni. Jaj, itt van a Jocó. Jocókám, várjál! De benn van, belülről van benne a kulcs, nem tudok bemenni. Belülről van benne a kulcs. Anya, anya, nyisd már ki. Jocó! Benn hagytad a kulcs. Ja, nem, csicsit. Benn hagytad a kulcsot belülről. Jocókám, várjál, mit hagytam, hol? A kulcsot benn hagytad az... Ja, gyere! Most gyere! Szervusz, Jocókám! Szervusz, anyukám, szervusz! Jaj, nagyon jó, hogy jöttél. Gyere, drágám, most lett kész a sütemény, várjál. Ezt... Kicsit jaj, te sütötted, a... jaj, de... Igen, gyere, csücsülj le, édesem, gyere, nézd meg, nagy... Várjál, most ezt én, jó? Jó. Ez háziasszonyi feladat. Értem. Csak így. Minek ennyi tányér? Hát három. De hát ketten ennyi vagyunk, ezt nem? Ezt látod, ezt visszaviszem, mert véletlenül négyet hoztam. Na, még három. Csak az kéne. De miért kell három tányér? Jó, ketten vagyunk, várjál, nem? Várjál, hát hol a szék? Várjál, hát... Ja, ott. Itt. Nézd oda, itt a szék. Ez most kinek? Kinek? Hát apának. Hát apának. Anya, hozom. Apa két hónapja meghalt. Ez butaság. Nem halt meg, hát itt van a szék. Ott sírtál a temetésen, hát meghalt. Jocókám, nem halt meg, hát, ó, hát persze, beteg volt. Beteg. Beteg volt, de... Meggyógyult, Jocó. Meggyógyult. Miért mondod, hogy meghalt? Meggyógyult. Hát, tudom, olvastam, most olvastam a zárójelentést, meggyógyult, igen, de aztán... Mondta, hogy sütik. Ez a kedvence. Mik? A csokis. Hát neki csináltam, meg neked persze, mert tudtam, hogy jössz. Hát, anya, ne csináld ezt. Apa két hónapja alatt, vedd már nem, tudomásul. Nem, nem. Kérlek, vedd már tudomásul. Jaj, képzeld el, hogy azt láttam a tévében a riportot azzal a katóval. Azzal csináltad, a futott a, igen, a katóval próbáltam. A nővérke, aki fut, az a apát ő. Hát ő volt apával az intenzíve. Nem is emlékszem. Ő volt az apának a nővére? Ne, hát a... Hát igen, nem tudom, ezek miatt, az maszkok miatt nem ismerek én már föl senkit. Mondtam mindig, se. Hogy tessék csak nyugodtan hazamenni, itt a Józsi bácsi. Nagyon kedves nő, nagyon kedves. Utána olvastam most az élettörténetét, fantasztikus egy nőszemély. De hát... Meggyógyította. Fölhívhatjuk, megmondhatja neked, hogy apa meghalt. Nem tudjuk, hogy elengedték a kórházból, igen, jött haza, hát vezetett, és mégis az autó mellett találtuk meghalva.
Miért mondod, hogy halva? Hát kigyógyult a szívró, harmadik szívrohama volt, igen. A nővérke ápolta, magához tért, kiengedték, igen. Van zárójelentés, igen. És mégis az utcán meghalt. Nem halt meg az utcán elesett az utcán. És utána meghalt, fölkelt. Fölkelt, és vissza... most is az utcán van, és mindjárt fog jönni, és Jocokám, egyél egy kis finom süteményt, nézz oda, ez a te süteményed. Várjál, telefonom van, igen. Várjál. Halló? Csak egy pillanat, jó? Halló? Szevasz? Jézu, te vagy az? Jocokám. Mi van? Ja? Na, mit derítettetek ki? Mi? Szemtanú? Szemtanú az apám haláláról? És mi történt vele? Aha, igen. Fantasztikus, illetve elképesztő. Az apám egy hős volt, ezt elmondom anyámnak. Anya, most kaptam a hírt, apa egy hős volt. Egy hős volt. Jött haza a kórházból, amikor kiengedték, látta, az autóval vezetett, látta, hogy megtámadnak egy kisgyereket, látta, hogy meg kiugrott az autóból, és megvédelmezte azt a kisgyereket, és most a gyerek jelentkezett, hogy az apa megvédte őt, és akkor a támadó ellene fordult is. Majd jön haza, és megkérdezzük tőle, hogy nem is akkor mesélte. Történt. Apát elhamvasztottuk, nem elhamvasztottuk, ott voltál a búcsúztatón, nagyon szép, Gézu mesélt nagyon szépen róla, ugye? Gézu. És a pap, a katolikus pap milyen szépen beszélt. De minden vasárnap megyünk, katolikus pap, minden vasárnap beszélt. De apuról beszélt, hogy apu meghalt, apu urnába van egy falba, az új köztemetőbe. Így, porrá zúzva, mert hős volt, érted? Az a fontos, úgy kell emlékezni, hogy hős megvédett egy kisgyereket, érted? Megvédett egy kisgyereket, és abba halt bele döglött. Fogadd már el, kérlek! Fogadd már el! Apa! Fogadd már el! Apa, olyan hős, mint amilyen te vagy, kisfiam! Nem hajlandó. Most mit csináljak vele? Nem hajlandó elfogadni a tényt. Lehet, hogy időt kell neki hagyni. Időt. Két hónap alatt nem sikerült neki elfogadni, hogy apa meghalt. Hát most hiába mondom, megtalálni. Most úgy rá emlékezni, mint egy hősre, de nem. Ez véletlenül lehet, hogy megkönnyíti. Megvédett egy kisgyereket. Így kéne rá emlékezni. Nem, és nem. Hát figyelj. Jön haza, majd meg-e. Próbáld meg kinyomozni, te vagy a riporter. Én kinyomoztam. Kinyomozni azt a tanult. Hát igen, hát. És vidd el hozzá anyádat. Nem. Jó. Ez biztos egy idő után megnyugtatja. Jó. Meg nyugodtan vegyétek elő a régi képeket, beszélgessetek róla. Mert teljesen Zizi már úgy megy vissza az időbe, Zizi anyunak hívjuk. Teljesen. Hogy? Hosszú. Hát, leépül szellemileg, most azt szerintem mondom. Szerintem rendesen kezd. Nem fog hajlandó, hát szerintem betett neki apu halála, és most nem fog, eltolja ezt a tényt, eltolja ezt, tőle tanulta meg, hogy eltolás. Most az elfogadást kéne, először jön a düh, hogy van ez a düh kezelé? Igen, de hát azt látom, igen, a saját halálával szemben szokott az ember toporzékolni egy kicsit, aztán jön az alkú. Igen, csak de a mint halálig zenéből emlékszem erre. Nem akarod inkább anyámat? Na jó, hát ez nagyon jó. Jó van, hát ez volt a filmben. Most halt meg az apám, és te viccelsz az anyám halálával. Köszönöm nem, szépen. Nem, én idéztem a kedvenc filmemből. Jó, ez a kedvenc filmem. Igen. Most mit csináljunk? Timur és halál egy nagyon érdekes dolog. Az. Csak állandóan itt túlálkodik a közelünkbe. Igen. De most mit csinál? Vigyem el hozzá a kisfiút, és akkor el fogja fogadni. Milyen kisfiút? A szemtanú is kisfiú? Kisfiú, aki ő tett vallomást. A kisfiú tett vallomást, hogy apu megvédte. És egy ismeretlen ember után nyomoz a rendőrség most, uh-huh. aki megtámadta apát, halálra ijeszthette. Mert hogy külsérülés semmi nem volt. Sérülése uh-huh. nem volt. A szíve vitte el, valószínűleg ráijesztett. Nem tudom, mivel. Pedig bátor ember volt. Hát figyelj, azért rendes vagy vele, törődsz anyáddal, sokat foglalkozol vele. Igen. Aztán ott van a húgom, Jutka, na, az is. Az meg a másik. Na,
azzal kéne törődni igazából. Jó, még maradjunk anyádnál egy kicsit, hogy ők jóba voltak egymással, apáddal? Nagyon, szerelmi házasság volt, igen. Aha. Nagyon érdekes, hogy hopokon ismerkedtek meg, síjelés közben. Igen, amit télen. Úgy írnak, hogy CH. Igen, hopok. Igen. És hát anya elesett, és apa fölsegítette, és így indult. Aztán... Ez mindig ilyen megmentő volt? Hát engem nem nagyon mentegetett meg. Nem nagyon szeretett dolgozni, azt tudom. Egyszer, amikor lógtam az iskolából, akkor találkoztam vele valami moziba. Minden tavasszal úgy. De aztán, igen, de nagyon, nagyon szerették az emberek. De azt ő is támogatta, hogy te riporter legyél? Persze. Persze. Látott még téged? Nem. Hallott? Nem, nem, nem. De amikor még nyomtatott sajtóba írtál, azt olvastál? Hát, ó, hát az apró hirdetési osztálynál voltam, mit olvashatott? Stilisztikai átírásokat csináltam. Tehát, hogy keressük Ilonkát, azt átírtam meg. Hogy menjünk vissza egy kicsit, hogy kinek a problémája az elengedés? Azt gondolod, hogy ez enyém? Te nem vagy normális, tényleg. Hogy hát, én józanul látom, hogy apa meghalt, tehát az emlékét ápolni kell, nem? Nem kell ápolni az emlékét? De. Pontosan. Sőt, beszélgetni is lehet vele. Vele? Igen. Te olyan vagy, mint az anyám. Süteményt nem akarsz sütni neki? Nem, azt nem, mert az túl reális dolog. De spirituálisan bárkivel kapcsolatba lehet lépni. Nem, semmi lila nincs ebben. Na, érjünk egymáshoz. Semmilyen nincs ebben. Táncol az asztalba, azért táncol az asztalba. Nem ezt mondtam. Jó, szellem közöttünk vagy, itt vagyok. Na most kinek az apja van itt? Itt vagyok, én vagyok az apád, fasza. Ne csináld már. Nem is ezt mondtam. Hát mi? Spirituálisan. Hát hogy? Nem. Például az, hogy az ember hallja, hogy ő most azt mondaná, hogy figyelj, tedd helyre anyádat most már. Például lehet, hogy ilyet üzen. Vagy ezt mondaná. De anyut nem lehet helyre tenni. Anyu megy. Tehát egy olyan, mint egy egyvágányú vasút, csak nem lehet tudni, hogy merre megy a vágány. Megy. Hegynek föl, hegynek le, vizen át, megy, és kiírt maga körül mindent, és mindenki. Csak az van, amit ő akar. Csak az van, amit ő akar. Megyek. Adjatok neki feladatokat. Például? Hát például írja meg, vagy valahogy dokumentálja az ő életüket. Nem olyan sok jó házasság volt a világon. Ez nagyon jó. Például. És akkor én csinálok ebből egy tévéműsort. Apám a hős. Ez lesz a címe. Zabálni fogják, ez biztos. Akkor milyen címet miért egy valami Kazán Kovács, vagy mi volt? Valami egyszerű ember, igaz? Férfi Szabó. Na. Kazán Kovács. Miért de figyelj, manapság divat, nézd meg a Netflixen is, csupa hétköznapi emberekről csinálnak. Például tudom, annyira jó. Nem, annyira jó, például egy ilyen fizika tanár kikeveri addig a mérget, amíg ő lesz az egész maffia hálózat főnöke. De az apám nem volt maffia hálózat nem főnöke. Nem volt, én ezt mondom, hogy közben egy egyszerű ember. Hát azért annak... Kiugrott az autóval, és megmentette egy kis fiút. Ide figyelj, azt mondja például a Thomas Mann. Csak itt tényleg, akik nálunk örege, okosabbak, azt én örömmel veszem. Azt mondja, de most komolyan, élni és megöregedni, az csak az igazi. Hmm. Ott van a dolog nyitja. Egy fiatal lehet lángész, de nagy nem lehet. Nagyság csak az öregkor hatalmánál, tartósúlyánál és szelleménél lehetséges. Na ez és a másik nagy ismerte ember. Ő Petőfi Sándort, mondjuk ez a Thomas Mann ismerte. A Thomas Mann ismerte a Petőfi Sándort. Szerinte Petőfi Sándor nem volt nagy? Ha? Ha? Hát figyelj, lehet, hogy szerencsés volt, hogy ez olyan, mint amikor egy sztár, most tényleg mit tudom én, egy Elvis Presley, az
elvette a saját illúzióját. Érted? Azzal, hogy öreg volt, kövér és drogos. Viszont egy Petőfi, érted? Az meghal jó fiatalon, és úgy tudunk rá emlékezni. Érted? Mint egy James Dean. Aha. Nem? Hát nekem már késő, hogy egy kicsit megdögöljek. Nem rólad van mindig szó. Nem rólad van szó. Most azt mondom. Tudom, az anyámról van szó. De az anyámnak is kicsit késő, hogy James Dean legyen. Vagy Dean Janka, vagy mi? Nem. Nem. Hát egyébként, hogy tud, és hogy együtt érezzél vele, a pszichológiai statisztika, vagy a statisztikai pszichológia, vagy ezekből jaj, nekünk volt egy csomó borzalmas tantárgyunk, szociálpszichológia, mindegy. Igen. Szociálpszichológiát fölállom. Azt mutatták ki, hogy mi a legnagyobb stressz az életben. A létező legnagyobb trauma. Például elveszíted a fél lábadat, vagy leég a házad, vagy átélsz egy háborút, ezek mind fel voltak sorolva. És mi a legnagyobb? Kirúgnak a munkahelyedről, a házastárs elveszítése. Hát ez velem nem történhet meg. Az mindenek fölött előtt, és a leges-legelső helyen van az összes... Aha. Nem megkönnyebbülés? Figyelj, akkor az a trauma. Az a trauma az éri, a trauma. Hogy na, akkor most ma már senki nem szól rám, hogy vidd innen a koszos papucsodat. Igen. Volt, aki már örömbe halt bele. Figyelj, tehát érted, hogy az például itt van mindig ez a szekrény, és akkor egyszer csak mondjuk eladnám, vagy elvenném, és hiányozna. Mint egy tárgy, ami mindig itt volt. Akkor hogy ne hiányozna anyádnak az apád? Jó, ez nekem 60 is évig együtt voltak, Úristen! Kimondani is borzalmas. Hát vidd haza az őshütijét is, egyétek meg azt annyi. Majd kinövi, igen. Fogadjam el, hogy létező személy a harmadik, majd nem, mindjárt jön. Nem. Azért az nem árt, ha mindig elmondod neki, hogy apa sajnos nem. Na most, hogy egy ilyen új információ bejött, hogy halt meg, ez majd lehet, hogy át fogja nála hangszerelni. Hát nem rugalmas de már, hát se a személyisége, elmondtam se neki, az agya. Elmondtam igen? neki, és mintha meg se hallotta volna, minden elkezdett másról beszélgetni, hogy azt még elfogja, hogy hős, egy hős, és a múlt időt nem hajlandok, hogy volt, az valahogy nincs a szótárába, vagy az agyába. De azt téged volt. Megnyugtatna? Te tudod, nem? Hát igen, fogadj el, de... Például, amikor az én apukám meghalt, és utána nagyon nagy szerelem volt, és nagyon szép házasság, anyámnak volt olyan barátnője, amelyik azt mondta, hogy gyere el, és majd nem beszélgetünk Lacikáról. Erre anyám azt mondta, hát akkor minek menjek oda? Hát hogy menjek olyan helyre, ahol nem beszélgetünk a Lacikáról, érted? Uh-huh. Ő neki, és mindig jelen időben maradt vele. Érted. Nyelvileg, nyelvhasználatilag, igen. Lacika azt mondja, hogy ez szarbor, ne ilyet igyál. Érted? De hát, és akkor hol van ilyenkor az embernek a saját véleménye? Hogy nem a véleménye, az élménye. Tehát az saját élménye. Tehát igen. A Lacika azt mondja, hogy ilyen bort ne igyál, és akkor én úgy vezetem az életemet, ahogy az elhunyt hozzátartozóm csinálná. Tehát úgy csinálom az életemet tovább, nem mintha én csinálnám, hanem egy halott ember instrukcióit követem, hogy ő azt ezen mondaná, sokszor hogy... gondolkodom, hogy a feleség az fele valakinek. Érted? Hogy anyád az lehet, hogy soha nem volt kitalálva, mint önálló személy. Ő a fele. Hát nem tudom, akkor még nem ismertem. Igen. Tehát ő úgy csinálja ezt a dolgot a hősiességről, meg a halálról, te meg ahogy te csinálod. Nem muszáj egyformának lenni. Jó, de nem lehet más instrukciói szerint élni az életet. Hát de ő nem követeli tőled, hogy te is teríts otthon neki. Ő ezt nem mondta, igaz? Hát szerintem megvan róla győződve, hogy én titokban otthon terítek apunak. Vagy hogy pucolom a cipőjét, és avval fekszem ágyba. Hát nem, vagy elloptam az okniait. Hát nem értem, hogy... Majd most néztem rajta, hát az apám inge volt rajta. Tényleg? Igen. Hát van, aki hozzá nem bír nyúlni ahhoz, ami a másiknak hát volt én mondtam, a tárgya. Hát én mondtam, hogy vigyük el a szeretett szolgálathoz az összes ruháját. Igen. Nem engedte. Egyszerűen nem hát engedte, hogy kell az gondolja. Neki. Kell igen. Az neki. Minden igen, héten új ágy nem így húz.
az apámnak. Minden ott fekszik, ott nagy családi ágyba egyedül, de és az apámnak a pizsamája oda ki van készítve, és hát majd későn jön, majd meg reggel, hogy már korán elment. Hát, de hát ez, ebbe bele lehet bolondulni. Igen, várjuk ki, ha még másik két hónap múlva ugyanitt fog tartani, akkor majd kigondolunk egy stratégiát, oké? Okay? Oké. Okay. Jocó, vedd fel, légy szíves, Jutka vagyok. Na, a húgom. Szevasz, Hugika, szevasz, drágám. Igen, hívott, hogy valamit mondtál neki, fel van dúlva, nem figyelj, tudom, nem tudta elmesélni, figyelj, apáról, és azt mondta, hogy küldött nekem sütit. Följössz? Azt meg otthon hagytam. Jaj, ja. Na mindegy. Gyere föl, akkor süti figyelj, nélkül, figyelj, most nagyon szeretnék beszélgetni valakivel. Be kell mennem a bankba, kiveszek neked pénzt, mert hallom, hogy megint a lakbérrel jaj, valami baj van. Nem, jó? Nem, ne vegyél ki pénzt, inkább magadat hozd ide, jó? Mert most emberre van szükségem, nagyon szeretnék. Oké, okay, megyek. Jó, köszi, Jocó, várlak. Szia, 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 szia. Húgom. Ő is mártír a maga módján, csak neki még segíteni se lehet. Ő egy kőszobor. Így áll szembe a viharral. Szevasz. Ja. Szevasz. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Mi volt anyával? Mi van? Elmondtam neki, hogy apa meghalt megint 51-szer, 60-szor. És mit mondott? Ülj már le. Na. Aztán fölmentem a süteményért, itt van. Na, jaj, köszönöm, hát tudod, ezt szoktam mindig apának csinálni. Apa kedvence a csokis. Tudom, hogy apa kedvence a csokis, ma már elhallottam, hogy 300-szor. Én kedvencem is egyébként. Köszönöm, hogy hoztál, csak most nem tudok enni, mert... Na mi van? Valami baj van? Na, mondjad, nekem nyugodtan elmondhatsz. Csak neked tudom elmondani, tudod mondjad, jól, hogy mondjad, csak. Mondjad, én itt vagyok, én le vagyok a gyóntató atyád, én megoldok jó, minden. Jó, figyelj, nem kell megoldani, mert én meg tudom oldani, csak játsszuk, azt kell, hogy... Játsszuk el. Lányom, mit kezdtél az elmúlt héten? Voltak erotikus álmaim? Atyám, erotikus álmaim már nagyon régen nincsenek, mert miért a férjem nincsenek? Lelépett egy iszonyatos kurvával, és mindig ő jut eszembe mondtam, az erotikán. Mondtam neked, hogy előkeresem neked, nem tehát a kapcsolataimmal elő tudom keríteni, meg tudom a címét, és akkor... Atyám, most atyám vagy. Atyám, megoldom a problémáimat. Atyám, nagyon köszönöm, és olyan jó, azért szeretem a gyóntatást, mert tudom, hogy csak meghallgat, és nem avatkozik bele, hiszen Isten megoldja a mi problémánkat. Isten megoldja, de néha nem árt segíteni az Úr Istennek. Na most elmondhatom, most tényleg elmondhatom. Igen, de... Mondj el... penitenciának négy mi atyánkat, három üdvözlégyet, és mennyi szaladj fel háromszor a padlásra, és hozzá nekem egy sör! Most nem tudom. Na, mi a figyelj! Van? Tudod, hogy mennyire imádtam ezt az állást? Igen. És most megmutatjuk, mi történt a munkahelyén. Hány nappal ezelőtt volt? Négy. Négy nappal ezelőtt. Most van csütörtök, hétfőn. Hétfőn a munkahelyén. Gyere, Judika, gyere, mi van, mondjad, nem érek rá, Árpi, mert... nem is akarok leülni, csak meetingem azt akarok... Meetingem van. Árpi, figyelj ide. Figyelj, az szerinted jó, hogy oltakozás vagy oltás, mit mondjuk? Szerintem oltás. Jó, az oltakozás az nem igazán helytálló, igen, oltás, mert ez egy új magyar kedves... szó, természetesen be fog jönni a köztudatba, azt de inkább a tévébe mindig oltakozás. De mi használjuk pont a másikat, az oltás adás. Mert a vétkezés az Árpád, muszáj, hogy mondjak valamit, és pontosan ez erről a nyelvtani problémáról. Ez a kislány. Ez a lány, akit most azt mondta, hogy elbocsátod, ez a lány, kit bocsátod, az Anna, az Annácska. Milyen Anna? Nem olyan dekoratív, mint a Hédi, akit te imádsz. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon kedves. Ez megkértem már ezen a héten a kezedet, már többször is megkértem. Árpád, fantasztikus vagy, figyelj ide. Azt akarom pont mondani neked, hogy ez a lány, ez egy nagyon... akiről beszéltem, aki nem, tudod, a kis ilyen egér arcú, de ismered, hiszen kirúgtad. Árpád, muszáj, hogy ezt a lányt ne rúgd ki, hanem ha ki akarsz rúgni valakit, mert tudom, hogy leépítés van, rúg ki a Hédit. Leépítés van, mert oltakozni kell. Figyelj ide, a Hédike az egyáltalán nem tud semmit. Nagyon csinos, édesen riszálja a kis fenekét, szuper kávét főz biztos, de az Annácska meg tudja tanulni ugyanezt. De vörös ugyanezt. Haja van. Jó, az Annácskának vörös haja van, nagyon jól mutat mellettem, amikor Árpád, én úgy ismerlek téged,
téged, mint egy olyan embert, aki az ilyen dolgokat... Kit akarok én kirúgni? Az Annát. Azt a lányt, aki valamilyen butuska hibát követett el, ami neked nem tetszett, viszont az én szakfordításomat kiválóan tudja gondozni, mert hülyeségeket csinál. Bemegyek egy meetingre, egy agyviharra bemegyek, igen, és felolvasom, hogy az asszisztenseim majd tetszik a dolgokat, és én nekem csak nyomni de kell. De Árpád, ez egy... És erre mit? Az, hogy 3 processzor helyett 13 rocesszer van írva. Meg a rocesszer, ez egy olyan csaj, aki nagyon-nagyon törekvő, és most de tanulja a szakmát. De mindenféle... Árpád, értsd már meg, könyörgöm. Figyelj, de mindent meg tud tanulni. Ez egy mindent nagyon tanulékony és klassz csaj. Azon kívül egyedül viszont a felvételinél neveli a gyerekét. A felvételinél az volt, hogy szakmai gyakorlata van, 5 éves szakmai gyakorlata, 5 év után kezd el tanulni valamit. Nem. Te mióta vagy nálunk? Mióta vagy nálunk, drágám? 15 éve, édesem. 15 éve itt vagy nálunk. Amikor ide jöttél, tudtál valamit? Szart se tudtál, semmit se tudtál. Árpád, se, én tanítottam meg mindenre. De tudtam, hogy te nem tudsz semmit. És pontosan ezért kérem. Ő meg hazudott nekem, azt mondta, hogy a szakmai gyakorlata van. Nem szabad kirúgnod ezt a lányt, Árpád. Pont azért, mert ezt a lányt pedig én tanítom. Árpád, kérlek, nagyon tisztellek. Hozzá, akkor te is mész vele! Te is mész vele! Nem vagyok hajlandó eltűnni. 15 év után mész vele! Mész vele! Ezt most viccnek veszem, Árpád, ne haragudj! Ezt most viccnek veszem. Szervusz, köszönöm! Kérlek szépen! Közös megegyezéssel kapsz 2 hónapot. Nem, másfél hónap. Árpád, ez most ugye... Kell mennem a meetingre, nem érek rá szarságaiddal! Hát ez egy barom. De most ez az, hogy barom, csak az a baj, érted, hogy annyira, tényleg ehhez a munkához voltam hozzá edződve, és van most hol pénzed, találjuk egy másik? Van pénzed? Nem a pénz itt a lényeg. Ne hülyeskedj, én tudok neked adni. Nekem is van pénzem. Nem kell adni pénzt. Van pénz. Nem pénzt kell adni. Akkor miért van a lakbér elmaradásod? Utána néztem a lakbér. Ha van pénzed, miért van a lakbér elmaradásod? Mondom, bemegyünk a bankba, és te havi 300 ezer forintot én mindig átutalok neked. Ez hülyeség. Miért? A gyerekeknek enni kell, a gyerekeknek lakni kell, a gyerekeknek fűtés kell. Te egyedül neveled a gyerekeidet. Igen, igen, és pontosan ezért nem fogadhatom el. Jó, nem fogadhatom el. Nem, a nyaralásba nem szállhattam be. A gyerekek nyaralását egyedül elintézted. Persze. A külön órákban nem szállhatom be. Egyedül nevelem őket. Egyedül nevelem. Nem veled. Az apjukkal se, de nem vele. Jocó. Mondtam, hogy előkerítem az apjukat, nem? Nem, azt semmiképpen. Azt biztos, hogy nem. Figyelj, segíteni próbálok, de nem engeded. Egyedül meg fogsz bolondulni, nem. Egyedül neved már az egész világ terhét a válladra. Jocó, én úgy élek, ahogy tudok, és eddig itt kiválóan tudtam. Itt az enyém is tudtam. Együtt, el és a legjobb testvér vagy, és nekem tudod, hogy mi kell? Azt kell, hogy támogasd, de ne anyagilag. Támogatnálak! Nem anyagilag, lelkileg legyél velem, kérlek. Lelkileg is. Mert nekem vagyok, ez a támasz, nekem ez a segítség, én mindent megcsinálok. Egész életemben csináltam. Mindent megcsinálok, pedig elkurtad. Elkurtad! Most elkurtad ezt mondod? Az életedet! Miért hagyott itt a férjed? Mert mindent megcsinál, nem bírta egyedül. A gyerekeid mondod? Itt fognak hagyni, én is itt foglak hagyni, itt fogsz megdögleni egyedül, pénz nélkül, érted? És akkor majd old meg magad! Most ez tényleg így? Te nagy fasz vagyok. Mi van, már is megbántad? Hát, nem lehet vele így beszélni, hát ő mindent egyedül meg akar oldani. Én meg... Úgy beszéltem vele, mint valami. De dühös voltál? Dühös, földühített, mindig földühít. De ő dühít fel, ő az dühít fel, fel az dühít fel, fel, hogy nem hagyja, és... hogy segítsek. Nem hagyja, hogy segítsek. Tudom, hogy nem nekem kell megoldani mindent, nem nekem kell megoldani, ismerem én, mert járok már ide néhány éve, nem nekem kell megoldani az életét, majd ő megoldja, de hát nem oldja meg. Éhen fog pusztulni. Hát látom. Látom a piacgazdaságban élek. Látom a gazdasági helyzetet. Nem lesz még egy ilyen mikroprocesszoros vállalat, amelyik felveszi. Mennek tönkre ezek a cégek. Nincs külföldi beszállító. Tönkre ment az egész és világgazdaság. És szerinted mit kellett volna neki? Gazsulálni a főnökének? Nem kellett vagy... volna szóba hozni azt a szerencsét. Lehet, hogy valakit kirúgnak, kirúgják. Hát persze. Ő meg 15 év után ezt csinálja. 15 év, mert azt hiszem, hogy neki mindent lehet. De ilyen volt gyerekkorában is, minden, hogy mindig minden, megmondta. Mindent megoldott. Megmentette a svábbugarakat, amikor el akartam taposni. Macskamentő volt,
beverte a szomszéd gyerek orrát, mert bántotta a kis Kittit, a Rupics Jóskát, orrba verte, mert a nővérével csúnyán beszélt. De kiállt az osztályfőnök, vagy az igazgatóval minden, szemben? Minden, az igazgatóval szemben is kiállt, minden. Hát, és nehezményezte ezt... a diák önkormányzatban nehezményezte, hogy mi van, hogy a diák önkormányzatnak csak beleegyezési joga van, amikor ő döntési jogot akar. Mondta neki, maradjál már csöndben, a diák vagy, hagyd már az igazgatónak dönteni, ő a felelős, ő tudja, nála van a pénz, nem, hogy a diák önkormányzat döntse. Miről jó, döntsön az diák önkormányzat, te hülye? Mi az, ami mondtam. Ennyire felhúz téged ebben a arról, témán. Hogy mindent meg akar csinálni, és nem hagyja, hogy segítsek. Tehát elrontotta az életét, mindig elrontja az életét, és hiába mondom neki. De hát, ha így boldog. Támogass, hát, támogass, ezt nem hagyja, hogy támogass. Hát, ha az kell neki, hogy kompromisszumok nélkül. Olyan pasi nem kell, amilyen. Olyan munkahely nem kell, amilyen. Olyan főnök nem kell neki, amilyen. A gyerekeit meg majommódra szereti, és olyan gyerek nem kell neki, amilyen. Hát ez nem miért nem érdemlek meg, nem érdemlik a gyerekei, hogy szeressék? Ez de, most... de megérdemli, csak... Csak akkor azokban a hibát miért nem látja? Nem egy picit? Mi? Mit csinálsz? Nem irigylette egy picit? Miért irigylette? Több gyerekem van, mint neki. Nem arra gondolok. Arra gondolok, hogy ő kimondja és megmondja, és kiáll saját magáért. Te meg mindig mindenki mással valamilyen kontextusban nem identifikálod magadat. Oknyomozó újságíró vagyok, ne hülyéskedjél. Oknyomozó újságíró, igen, nyomozod rengeteg az okokat. Gazdasági visszaélést fedeztem fel. Családi erőszakot göngyöltem föl. Több igen. Ember ül a börtönben miattam, mert ütötte a feleségét, verte a gyerekét, akkor és előszakolta az anyját. Akkor te vagy a hős a családban? Mi? Akkor mégis te vagy a hős a családban? Én. Hagyjam már, hagyjam már. Tulajdonképpen feleségem az ilyen. Mártír, szerinte ő a hős, aha. Hogy az anyám mártír. Nem mert vele tényleg baj történt. Nem, tehát de nem hajlandó tudomásul venni a tényeket. A húgom az pedig, hát ő lehet, hogy hős, de hát egy ilyen kényszerhős. Nem tudom, mindig történik vele. Tudod, ismered azokat, aki végigmegy az utcán, és csak beleköt valakibe, vagy csak belékötnek véletlenül. Én végigmegy ezek az utcán érdekes módon. Nem kötnek belém, nem rúdosnak meg, nem rúgnak ki a munkahelyemről, nem hagy el a feleségem, semmi. Őt meg mind pár. Végig kimegy a házból, már történik vele valami az igazság nevében. Hogy a macskákat meg kell menteni. Nem tudom, az macskákat hogy kikérdezte, hogy meg akarják, hogy átvezeti a vakot a túloldalra, amikor ezen az oldalon akar maradni. Aha. Hát azt mondhatom, hogy a legtöbb nő szeretne egy ilyen testvért, mint te vagy. Aha. De komolyan. De meg miért nem akar? Nem hát dehogy nem, szüksége van rá. Dehogy nincs. Hát ezért ilyen bátor, mert kiskorától tudja, hogy te ott vagy valahol a háttérben. Ha hülye. Hát ettől van neki ekkora ja, nagy de szája. De nagy a pampulája, mert én ott vagyok neki. Ja. Úgyhogy szerintem így köszönöm felnőtt szépen. Korban most már nyugodtan magaddal foglalkozhatsz. A hős. Hát ezt akartuk mi elmesélni a drága közönségünknek. Jelezzétek vissza, hogy tetszette. Gondoljunk arra, hogy mielőbb reméljük, hogy lesz élő közönségünkkel együtt megtörtént előadásunk. Azt nem mondtam még az elején, hogy aki velünk játszott kis Eszter, az mostanában doktorál. Azt nem tudom, kéne? Hogy a Jocókám... Fog-e doktorálni? Színház művészet doktorál? Miket? Te szaró! Már bocsánat. Csak azt tudom, hogy a Jócókát meg emlegetik a doktorikba. Én meg tulajdonképpen 50 évesen én elvégeztem a bohóc tanszakot. Tudom, együtt jártunk, te hülyéskedj. Csak lógtál ott is. Igen. Na, azért csak álljunk meg. Igen. Nem emlékszel, együtt mentünk. Szóval, de téged emlegetnek a doktorikba, majd elmesélem. Jó, oké. A hős, szóval, ugye? A hős. Akit emlegetnek. Köszönjük a K11-nek, köszönjük a színészeknek, Bóna Jánosnak, Bácska Júli színházát. Lehet, hogy színházigazgató lesz. Jaj, az biztos, nem.
Gyere közelebb, köszönjük szépen. Csókolom. Mindenkinek köszönjük. Köszönjük szépen a muzsikát, halálmuzsikálást.